Sok-sok lufival, virággal és egy kis filmmel is ünnepelték a Herényiek a városrész legnagyobb egyesületének 2,5 évtizedes működését. A Herényi Női Kör egyik alapítója szerint az egyesület légköre baráti, és ez a jó hangulat összefogást eredményez a helyi civil szervezetek között. Mindenben, amit tudunk, azért segítkezünk a házban, ugye a virágútnál, a farsangoknál műsorokat szervezünk, most pont ugye most ez a 25 éves találkozóra is segítkeztünk egy kicsit egy kis főzéssel. A kultúráért és sportért felelős alpolgármester, aki a városrész önkormányzati képviselője is, azt mondja, az egyesületnek az identitás erősítésében, a közösségépítésben is nagy szerepe van. Itt látunk egy példát, ami ráadásul már 25 éves, ami pont arról szól, hogyan lehet megismertetni a mai generációt a múltunkkal, a jelenünkkel, és hogyan lehet valamiféle jövőképet adni nekik. Úgy gondolom, hogy a Herényiek háza, illetve a Herényi Kultúrás és Sport Egyesület pont erre mutat jó példát, akár itt Szombathelyen is helyben, akár országos szinten is. Az elmúlt 25 évből a Herényi Virágútra és a Herényi Értékek című állandó helytörténeti kiállításra a legbüszkébb az elnök. Szekér Tamás az önkéntességre nevelésben vállalt szerepüket is kiemelte. Nagyon fontosnak tartom, amíg a 2010-es évek elején az önkéntes centrumba való részvételünk, ami azt gondolom, hogy a hegypásztorkörrel közösen végeztünk, 2 éven keresztül megalapoztuk az önkéntességet, Szombathely városában népszerűsítettük, és már úgy gondoljuk, hogy ez megy van maga útján. A jubileumi ünnepségen Balázsi Péter megyei jegyző elismerő oklevelet adott át Szekér Tamásnak, ezzel is méltatva az egyik legnagyobb szombathelyi civil szervezet aktív 2,5 évtizedes tevékenységét.